Ciao! Come si fa a preparare una buona tazza di caffè italiano con la mocca? Voglio anch'io si aggiunga cheese fino a quello scavi, mocca più super? Tutti i tipi di caffè vanno bene? Minden cavi poi tapet felel. Quanta acqua occorre inserire nella mocca? Vengi visetto il cinque mocca più super? Quanta polvere di caffè? Vengi cavi port? E bisogna pressarlo? Istumeri te nichel? Come si lava la caffettiera? Voglio mosciu che lo cavi fiusu? In lavastoviglie? Mosciugato ghipen? Con il sapone? Mosciugato serrel? Nézd meg ezt a videót, és mindezekre a kérdésekre választ fogunk adni. Ma megtanuljuk, miként készítsünk el otthon a leghíresebb olasz kávéfőzővel, a Kotyogóval egy kiváló olasz kávét. Mindenekelőtt tudnod kell, hogy a Kotyogót, azaz a mokkafőző Alfonso Bialetti 1933-ban fedezte fel Olaszországban. Majdnem minden háztartásban megtalálható, és elterjedt és ismert szinte az egész világon. Perché si chiama mocca? Miért nevezik mokkafőzőnek? Ez a név a jemeni mokka város nevéből ered, amely egyike az első és leghíresebb kávétermelő vidékeknek a világon. Egy igazán finom kávé készítéséhez elengedhetetlen egy jó kávékeverék. Hála Isten manapság már rengeteget találunk belőlük a boltokban. Talán felesleges mondani, de nagyon fontos, hogy a Kotyogóval készült kávéhoz egy Kotyogóhoz való, tehát mokka őrlésű kávékeveréket és nem a presszógéphez illőt kell vásárolnod. A különbség az őrlés finomságában rejlik, amelynek durvábbnak kell lennie a Kotyogóval készített kávé esetében. Quale caffè comprare? Milyen kávét vásároljunk? A világon sokféle kávéfajta létezik, de a két legfontosabb, illetve legelterjedtebb a robusta, illetve az arábika. Ha te egy határozott, erős ízű, intenzív aromájú kávét szeretsz, akkor a robusta kávét ajánlom neked, vagy pedig olyan kávékeveréket, amely nagy százalékban tartalmaz robusta kávét. Ha pedig egy aromás, illatos, egy zamatosabb kávét részesítesz előnyben, akkor az arabika kávé való neked, illetve olyan kávékeverék, amely nagy százalékban tartalmazza az arabika kávét. Amore, mi prepari una tazza di caffè, per favore? Certo, te lo faccio subito. Grazie. Grazie amore, mi hai preparato una tazza grande. Sì, spero che ti piaccia, l'ho preparato con tanto amore. Cos'è sta roba? Questo non è caffè. Vieni, facciamolo assieme. Bene, prepariamo il nostro caffè con la mocca. Smontiamo la caffettiera, bricco, filtro, caldaia. Prendiamo l'acqua minerale, la versiamo fino all'altezza della valvola. Prendiamo il filtro, lo mettiamo sopra
caffè. Lo riempiamo per bene. Fino a creare una piccola montagnetta. Eccolo qua. Adesso prendiamo la parte di sopra e chiudiamo la nostra caffettiera. Stringiamo bene. Ecco qui. Accendiamo il fornello. Mettiamo al minimo fiamma bassa. Bene, prepariamo le tazzine. Appena il caffè inizia a gorgogliare, alza il coperchio e spegni subito la fiamma per evitare che si bruci. Con un cucchiaino gira il caffè per renderlo omogeneo. Bene, inizia a gorgogliare, spengo la fiamma, alzo il coperchio, giro il caffè. E ora riversarlo. Bisognerebbe berlo amaro per sentire il vero gusto del caffè, ma a me piace con un cucchiaino di zucchero. Buonissimo. Come si lava la macchinetta del caffè? Vogliamo che lo cavi fűzőt? A kávé főzőt soha nem rakjuk be a mosogatógépbe. Egyszerűen részekre szedve, meleg vagy forró folyóvízben öblítsük le, és mosogatószert se használjunk hozzá, mert az elronthatja a következő kávénk ízét. Finom kávét mindenkinek! Buon caffè a tutti! Ora tocca a te! Prepara anche tu un buon caffè! Most rajtad a sor! Készíts te is egy finom kávét! Condividi! Metti mi piace! Iscriviti al canale! Altrimenti? Altrimenti non vale!